Menekülő anyák gyermekek Ukrajnából ezeken a felvételeken. Ők azok, akik hazánk északkeleti területeire érkeznek. A munkaerő közvetítéssel, kölcsönzéssel foglalkozó pécsi székhelyű HR-rend is a segítségükre sietett. A cégnek ebben az ország részben vannak munkatársai, irodái. Szerveztünk természetesen azonnal adománygyűjtést, és az élére álltunk, hiszen ott vagyunk lokálisan. Kollégáink annyit tudtunk tenni, hogy most 0-24-ben ellátnak egyfajta koordinátori szerepkört. Mi is azokkal a cégekkel, hiszen több mint 700 partnercéggel állunk kapcsolatban, azonnal kommunikáltunk, akiknek bármilyen munkára, munkavállalóra szüksége lehet. Feleki Attila azt mondja, a legfontosabb most az, hogy megfelelő szálláshelyet kapjanak első körben a háború elől menekülők. A helyi lehetőségek végesek, ezért szerinte az elhelyezésben kaphatnak most szerepet a távolabbi megyék, városok, mint például Pécs. Mi is egyeztettünk itt Pécsen helyi városvezetéssel, és a déli megyék szerintem most fognak becsatlakozni igazán ebbe a feladatba, hogy hogyan tudunk mi itt lokálisan, még egyszer mondom, elsősorban elhelyezni, elszállásolni embereket, hiszen élni kell. Másodszorban következik az, hogy akkor munkát kell biztosítani, hiszen a társadalomban így tudnak valamilyen aktív tagok lenni. További problémát jelent a gyerekek elhelyezése óvodákban, iskolákban, ha nem beszélnek magyarul, véli a cégvezető. Rengeteg olyan napi, óránként változó feladattal szembesülnek, amik nehézségeket okoznak. Ezeken dolgoznak munkatársaikkal a keleti határ mentén, vagy éppen Baranyában.